A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. És itt van velünk természetesen Várkonyi Gábor, állandó autós szakértőnk. Jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Sziasztok! Szevasztok! Ha ezt Elon Musk látná. mert látná! A, hogy... a kis statisztika itt amit találtam a héten. És igen, hogy látom, igen, hogy... igen, igen, igen. Olvasztuk teli. a blogodon, hogy Németországban több a Trabant, mint a Tesla. Bravo! De ez, igen. Ho ez hogy jön ki? Hát úgy jön ki, hogy több a forgalomban lévő Trabant jelenleg még Németországban, mint amennyi Tesla van forgalomban. De a Trabantok száma is növekedő, növekszik. Ez Igen. Az érdekes. tehát nem az, hogy éppen kipusztulnak, hanem újra menő lett, vagy ilyen all-timerként, vagy, vagy hogy? Mindjárt, mindjárt mondom a pontos számot, mert az valahova le van ide nekem mentve. Igen, 34 ezer darab Tesla fut jelenleg Németországban, 4 ezer darabbal több a Trabant <laughs> márkával ellátott gépjármű jelenleg. Az elmúlt tíz évben 3000 darabbal nőtt a Trabant állomány, ebből az utolsó egy évben, azaz tavaly, összesen ezer darabbal több Trabant lett a német utakon, mint az eddigiek során. Nyilván ugye ez egy ilyen blikfangos cím, amire gyorsan odafigyel mindenki, Természetesen ezek a trabantok értelemszerűen nem a mindennapi közlekedésre vannak kitalálva, hanem véletlenül különböző gyűjtőknek a gyűjteményében lapulnak, úgyhogy vagy semennyit sem mennek sem éves szinten, vagy csak nagyon-nagyon kevés kilométert. Tehát egy ilyen... De egy egy ilyen biztos, sejtettük, hogy Honecker bosszúja kemény lesz, de hogy ilyen hosszú távon foghatni azt nem. És hogy visszatér Németországból. Igen, nem, nem elég, hogy kipusztul, hanem még visszamászik a hátsó ablakon keresztül. Nem, tehát e, nyilván ezek ilyen, ezek ilyen vicces statisztikák ezzel alapvetően egyébként azt akarták illusztrálni egy német sajtóorganumban, hogy, hogy tök jó ez a Tesla hype, csak hát a, 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 az aktuális darabszámok azért bizonyos értelemben még kiúzonítóak, csak ezzel kapcsolatosan, gyorsan, hogy kontextusba helyezzük, mert azért nem lennék én, hogyha nem helyezném kontextusba, legalábbis megpróbálnám. Tíz évvel ezelőtt 22 ezer darab Kia volt a német utakon, jelenleg 736 ezer darab Kia van a német utakon, Aztán és nem ugye ez azért a fejlődési ívet mondjuk a Tesla irányába is gyönyörűen ki tudja jelölni, tehát hogyha ugyanazt a, az ügyes piaci pozicionálást és és hogy mondja meggyőző erőt tudják képviselni, amit mondjuk a koreaiak tudtak egy évtized alatt a német, meg hát úgy eleve az egész európai autópiacon abszolválni, akkor nyilvánvalóan a 34 ezer darab az nem 34 ezer darab marad, hanem hanem sokkal-sokkal-sokkal több lesz értelemszerűen, és hát nyilván mm -hmm. ők is erre készülnek, nem véletlenül csinálják oda ezt a gyárat. Ami egyébként a hír kapcsán szerintem még... Elképesztően figyelme méltó az az, hogy az elmúlt tíz évben egy olyan országnak, mint Németország, hogyan alakult általánosságban az autóállománya. Ugye van ez a, van az az érdekes narratív, amivel folyamatosan találkozom újra és újra, mely szerint a nyugat-európai társadalmak elhagyták már az autózás aranykorát, és az emberek már nem akarnak autót birtokolni, és hát ez már Amúgy is egy olyan dolog, amit ki kéne tiltani a városokból, tehát ugye vannak ezek a szélsőséges vélemények időközönként, hát neki érdemes elmélyülni a statisztikába, ami arról szól, hogy 6,5 millió darab autóval nőtt az autóállomány az elmúlt 10 évben. Azért ez szerintem figyelemre méltó. 41,7 millió Ford autóval kezdtek. Volna. Tessék? Mondom, hely, ha ezt az öreg Harry Ford megérhette volna. Hát igen, és azért úgy képzeljétek el, hogy Németország még messze nem a legnagyobb autósűrűséggel ellátott autó, autózási hely a térképen, hogy így fogalmazzak, tehát Németországban 600 alatt van az 1000 főre, tehát 1000 lakosra vetített uh, autóállomány. Uh, az USA, ami még mindig messze nem a legerősebb ebben a kérdésben, de azért a legerősebbek között van, az valahol ilyen 850 körül van, ha jól emlékszem, tehát még van, uh -huh. még, vagy lenne hely arra, hogy egyre több autó legyen, nyilván nem ez a cél. Tehát mielőtt még jönnének a dühös SMS-ek arról, hogy megpróbálom ismét mindenkit, vagy ismét mindenkit abba az irányba terelni, hogy ő üljön az autójával a dugóba minél tovább, és szennyezze a város levegőjét. Nyilvánvalóan nem ez a, nem ez a jövő útja, csak a, a statisztika szerintem azért érdekes, és azért fontos, és azért érdemes ezt látnunk, mert, mert szerintem jól mutatja azt, hogy egyébként, hogy az embereknek lehetősége van egyéni mobilitásra, és meg tudják ezt fizetni, akkor azért alapvetően a mindennapos biztonsági érzetükhez egy, egy, jelentősen hozzájáruló faktor a saját autó. Különben nem nőtt volna 6,5 millió darabbal az új autók, vagy az újonnan forgalomba vezett autóknak a száma, azaz most nagyjából 48,5 millió autó fut Németország útjain. Még egy-két érdekes... Na most várj ebből, de ez az elmúlt tíz év. És az elmúlt hármat azért leválasztanám, azért az engem érdekelnek külön, hogyha lenne adat, hogy mondjuk ez a kásering fölfutás, ez mondjuk mennyit csökkent, akár csak a növekedési ütemen csökkentett, e változtatott nem. nem? Nem? nem. Akkor Én sem nagyjából... a végén sem Én látszik nagyjából... semmi? Nagyjából, nagyjából egyenlő szögben álló tehát egy olyan görbe van, amilyen, amilyen egyértelmű görbe. Mm, Tehát nincsenek benne nem ilyen, ilyen le a vége. Aha, jó. Ne, nem, nem lassult le nagyon. Én azt gondolom, hogy ez a lelassulás ez, ez most így 21 környékétől lesz majd látható. De ez leginkább ugye azért van, mert mert általánosságban elég nagy probléma van az európai autópiacon. Tehát úgy tartósan készületünk arra, hogy az eszméletlen drágulások miatt, ahogy ezt már többször megénekeltük itt, egy ilyen 20 kötőjel 30%-os csökkenéssel fog beállni a nyugalmi állapota az európai autópiacnak. Tehát egy harmadát el fogjuk veszíteni az egykori piacnak úgy hosszú távon. Egyszerűen azért, mert a, a megfizethető kisautók kategóriája ugye már az alapvetően eltűnőben van különböző szabályozások miatt. És hát a, az autó árak növekedését egy ideig ugye le tudja követni mindenféle trükkökkel, az emberek fizetőképessége, tehát a kitolt leasingek, meg a, meg a magas maradványértékek, meg a hosszúra elhúzott futamidők, meg ilyesmik, ezek ugye ugyanúgy, ahogy Amerikában, alapvetően egy ideig tudják palástolni azt, hogy mennyivel drágultak az autók az általános keresetek emelkedéséhez képest, tehát ugye két dolog ugye alapvetően erősen elválik, és és van egy pont, ami után ezt már nem fogják tudni tovább tolni ezt a, ezt a bringát ebben a formában. Tehát meg fog érkezni a, az átlag család számára az az üzenet, hogy egyszerűen annyira drágák lettek az új autók, hogy hogy nem biztos, hogy alternatíval lesz számukra az új autóvásárlás, sőt, valószínűleg nem lesz az. Tehát ez fogja megváltoztatni ezt a trendet. Uh -huh. Ez mindenféleképpen meg, hát nyilván, alapvetően én sem vagyok amellett, hogy, hogy a végtelenség növeljük ezeket a, a, számokat, hiszen ez ugye, hogyha környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor nem feltétlen a helyes út. Tehát én azt gondolom, hogy tartósabb autókat csinálni, hosszabb távú közleke, tehát hosszabb távú használatra, olcsóbb fenntartással, olcsóbb karbantartással, az környezetvédelmi szempontból egy sokkal kívánatosabb kérdés. De nem ez a trend. Hát menj be bármelyik szervizbe, én nem tudok úgy beszélni szervizzel, hogy mikor Hervat Skodám további sorsáról lamentálunk, akkor mindig az a, fel, az a, felmerül, hogy ne tessék új autót venni, mert az három évre csinálják. Mondja a szakma. Nyilván ebben van némi barokkos túlzás, de, hogy, de, hát, de hát nem ez a trend. Hát akkor, ha egyszer tudtak olyan autót, a láz, láz, Trabant, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, ami még még most is fut és nő a száma, akkor, és nem, ő, nem ezek voltak a legjobb minőségi autók a ever az autógyártás történetében, de még, még, mindig tudnak valamit, akkor, akkor az autóipar miért nem ebbe az irányba megy el? Jó, tudom, térdelőnék magukat, mert ha 15 éve veszünk új autót, vagy 10 évente, az nekik nem olyan kifizetődő, mint a három évente, talán állna a kérdés, de ha már annyi mindent átállítunk, a zöld gondolat mentén, akkor miért pont az autóipar nem mozdítjuk el ebbe az irányba? Régóta érlelődik a fejembe egy, egy cikk arról, hogy, hogy annak a jelentőségét megpróbáljam uh, ilyen közérthető módon elmagyarázni, hogy, hogy a cégautó adó szabályozás, meg, meg eleve a cégautó kérdése, meg... Uh, meg az, hogy a dráguló autók, ugye a magánvásárlókat hogyan szorították ki az új autópiacról, az hogyan befolyásolja az autók tartóságát. Tehát a kettő között azért van egy nagyon-nagyon fundamentális összefüggés. Ha alapvetően ösztönözzük azt, hogy mindenki cégautóban üljön, ezek a cégautók pedig flottakezelőkön keresztül kerülnek ugye használatra kiadva a különböző módokon céges felhasználóknak, akkor értelemszerűen az autóipar is adaptálódik ehhez a piaci körülményhez, és azt mondja, hogy az elsődleges feladat az mégiscsak az, hogy a flottakezelők és a cégautó vásárlók legyenek úgy kiszolgálva, hogy elégedettek legyenek a termékeinkkel. Ők pedig adózási szempontból ugye nem nagyon használják tovább négy kötőjel öt évnél az autóikat. Tehát a, a fókusz a fejlesztésben az alapvetően abban az irányba megy, hogy azt a négy kötőjel öt évet, azt az első 152 200 kilométert, azt az aktuális adózási, környezetvédelmi szabályoknak megfelelően a legfrissebb trendekre hozva a legproblémamentesebb megoldást nyújtsák erre a viszonylag rövid távú közlekedésre, vagy viszonylag rövid távú használatra, uh -huh. de, így mondom. Uh -huh. Ha a magánvásárlók aránya növekedne újra, amire nem számítok, főleg nem az ilyen jellegű trendekkel, mint amik jelenleg láthatóak az európai autóiparban, akkor ugye a magánvásárlók hosszú távú elköteleződése a döntésük mellett az, az jobban befolyásolná a tartósabb autóknak a, a piacra dobását, hiszen egy magánvásárló a nehezen megkeresett adózott pénzéből, amikor leteszi a voksát valami mellett, akkor, akkor azt szeretné látni, hogy a számára legalább 8-10 évig egy normális megoldás. Ezért látható az egyébként, hogy a az új autóvásárlásnak a, a döntő többségét adó céges flották, amikor 4-5 évesen értékesítésre kerülnek, akkor nem feltétlenül találkoznak azzal, ami a piacon az igény lenne használtan. Tehát a vásárlók egyre inkább más típusú autókat keresnek, mint amiket ugye a céges flottákra rákényszerítenek, emissziós normák, kis turbos benzinmotorok, háromhengerek, meg, meg mindenféle olyan dolgok, amik, Ugye katalógus szinten baromi jól tudják, akár a yeah. szindioxid kibocsátás. Yeah, most a magyar, magyar piacról beszélsz, kimondottam, vagy ez európában? Nem, ez, ez egész Európában jellemző. Mm -hmm. Tehát az látszik, hogy amíg mondjuk egy 8-10 évvel ezelőtt például a, a tartósabbnak mondott egyszerűbb technikájú szívóbenzines autók nem sokat értek a használt vásárlók számára Nyugat-Európában. Ez megfordult, és egyre inkább árazódik fel a, a könnyen karbantartható, könnyen szerelhető, tartósnak ígérkező konstrukcióknak az ára akár 8-10 évesen is. Egyszerűen azért, mert, mert átlag ember számára is megérkezett az üzenet Nyugat-Európában is, hogy amikor a saját pénzét teszi ugye, be a rulettkerékbe, és reménykedik abban, hogy nem lesz problémája a következő években az autójával, akkor nem szeretne hazárdírozni olyan technológiákkal, amelyek az általános elképzelések szerint nem feltétlenül, és egyébként ezek jogos elképzelések ugye nem feltétlenül fognak kitartani annyi ideig, mint amennyire kitartanak a hagyományosabb, egyszerűbb mm. autók. Tehát amikor a Mihálovics gazdának azt mondják a Hervat Skodájára, ami ugye mennyi? 2005-ös volt, ha jól emlékszem, ugye? 2005-ös, hiszen én, én szereztem én nekem, csak ülök rát, benne Nem nézegettem a forgalmi engedélyt. Igen, amikor azt mondják neked arra, hogy hogy próbáld még megtartogatni, meg életben tartani addig, amíg lehet, az ugye azért alapvetően arra vezethető vissza, hogy ez egy sima, egyhatós, szívó, benzines autó. Egyszerű, jó, öreg, de alapvetően könnyen karban tartható. Ezt lecserélni egy jóval modernebb technikájú autóra nem minden esetben kifizetődő. És egyébként az is látszik elég egyértelműen, hogyha a privát vásárlásoknak a trendjeit nézzük, hogy... A japán autók meg a koreai autóknak egyfajta reneszánsza, illetve emelkedő tendenciája a magánvásárlók választásai között, az arra vezethető vissza, hogy ugye a magánvásárlók elkezdtek azért alapvetően tartani azoktól, a, azoktól az autóktól, amelyek mondjuk túl kis motorral, vagy három vagy... Turbosan, de szóval kicsit túl van ez misztifikálva a másik oldalon is, mert azért annyira meg nem rosszak ezek az autók, mint amennyire az általános népi edelem tartja, de elkezdtek ezektől tartani a drágább költségek miatt. Ráadásul ugye a legtöbb ilyen autó sajnos szerelhetőség szempontjából nézve egy kicsit, hát hogy mondjam, problémásabb. Tehát megyünk a, a, az eldobható elektronikai Ezt most úgy érted, most egy, értel, értel, most egy nem nagyon nem. elrugaszkodott példával élve, hogy ki kell szedni a motorblokkot egy ízócseréhez? Nem, nem, nem így, így, így képzeld, képzeld el, el amikor úgy el, hogy amikor megbontasz egy motort, akkor nem feltétlenül fogod tudni még egyszer összerakni. Aha. Tehát amíg régen lehetett mondjuk motor generál csinálni, vagy meggyűrűzni egy motort, vagy leszedni egy hengerfejet, vagy ilyesmi, aztán, aztán normális Gépmunkával visszarakni egy újabb motorban, az a helyzet, hogy már nincs, nincs mit gépmunkázni, meg nincs mit visszaszerelni, mert egyszerűen hát nem marad olyan más bűterüléseknek... csak a chip tuning. Mesek? Mondom, nem marad más akkor csak a chip tuning. Hát nem marad más, mint a motorcsere. Ja. <laughs> ez ez egy ez nagyon hangzik valóban ez a nagyobb probléma, és ezeknek a költségei azért ugye eléggé, eléggé szaftosak, hogy És abból mennyi igaz, hogy úgy van optimalizálva a gyártás, hogy oké, okay, ott a három év garancia, és lehetőség szerint négy-öt éves korában mondja fel a motor a szolgálatot, amikor az egész egy kell, és már újabbat egyszerűbb venni. Yeah ez is úgy működik, ugye, hogy alapvetően azért nem jó egy autógyártónak, hogyha elterjed az, hogy, hogy négy-öt évesen gyakorlatilag már semmit se ér az autója, mert mondjuk bármikor jöhet egy motorcsere. Ez nem egy, ez nem egy kedvező dolog alapvetően, és, és, nem szándékosan vannak ezek így csinálva. Csak amikor mondjuk a széndiokszid megkövetel bizonyos technológiákat, amelyek, amelyek nem nagyon tudnak tartósak lenni, a természetüknél fogva, vagy legalábbis a költség tartóság arány az eltolódik egy olyan irányba, ahol a költség fontosabb lesz, mint a tartóság, akkor, akkor van az, hogy hát igen, kiderülhet technológiákról gyártás bevezetése után néhány évvel, hogy hát bizony itt bakot lőttek, és ez, ez, ez egyáltalán nem jó az autógyártónak. Tehát az autógyártó az nem szeretné, hogy négy-öt évesen motort kelljen cserélni az autójába, viszont CO2 utáni büntetést sem nagyon szeretne fizetni. Tehát amikor ott áll a választás előtt, hogy néhány motor, vagy néhány komolyabb alkatrész problémát fog szenvedni rövid időn belül, lehet, hogy már garancia időn túl, az kerül nekünk ennyibe, meg ennyi és ennyi lesz az imicskárosodás, ellenben minden egyes autó után borzasztó sokat kell fizetnünk a széndiokszid kibocsátási kóta miatt, hát akkor azt fogja választani, hogy még mindig, még mindig jobb kifizetni azt a pár motorcserét, vagy némi image károsodást szenvedni, hiszen mindenki nagyjából ugyanezen az úton lesz, mint hogy minden egyes autó után fizetni kelljen. Szóval ez egy egyszerű közgazdasági választás választási szempontból. Viszont a Markos Nádasra szóljak, nem ezt beszéltük meg. Legalábbis. Ígértél <laughs> <laughs> nekünk még egy jó Igen, beszéltünk. csak kifutunk az idő, hogy gyorsan kanyarodjunk rá. <laughs> még kíváncsi vagyok, mert azt harangoztat be nekem, hogy dobni fogunk egy hátast, hogy kik vannak a listán kik a legnagyobb elektromos autó gyártók. Hát szerintem a mindenkinek modellek. a fejében vannak ugye ilyen, ilyen elképzelések arról, hogy mi a top 10 a világban, vagy éppen Európában, és hát valószínűleg ugye teljesen más a valóság, mint ami általában az elképzelés. Az elsőt szerintem talán még mindenki meg is tippelni, jelenleg a legerősebb játékos ebben a kérdésben, hogyha egyéni modellre bontjuk le, az a Tesla Model 3, 365 ezer darab ilyen autót adtak el tavaly a világon. De a második helyezett már egy olyan márka, amire azt mondanám, hogy valószínűleg nem is hallottunk róla itt, vagy hát sokan nem hallottak. A Wuling Hongguan Mini. Az kérlek szépen az az uh -huh. autó, ami július óta, tehát kevesebb, mint fél év alatt ezer darab eladást produkált a kínai piacon. Méghozzá azért, mert ez egy 4.000 eurós elektromos autó. Nyilvánvalóan nem... Nem lehetne forgalomba helyezni ebben a formában az Európai Unió területén, meg Amerikában sem, hiszen. De egy e, autókereskedő elintézi nekem, ha megkérem, ugye? <laughs> hát ugye, úgy, mint ahogy a Lada nívát, meg ezeket az autókat, ugye ilyen minimális szériába be lehetne őket hozni, de, de nagy terjedelme nem lehet ezeket értékesíteni. Ez a GM, a Wuling és a e, Saik hármasából ez, ez, ugye két ismert kínai gyártó, meg a General Motors együttműködéséből működik ez az autó, egészen hihetetlen. A harmadik egyébként a Zoe, 100 000 darab eladott autóval, az egyik legsikeresebb elektromos autó még mindig. Ez, ugye, ennek a ennek a magas száma alapvetően arra vezethető vissza, hogy az európai elektromos piac nő a leggyorsabban, és azon belül is egyébként a Németország is ott, hogy a Zoe az egyik legkedveltebb darab. A negyedik a Model Y, ugye itt, ez is csak márciusban kezdett tavaly, de már 79 ezer darabos eladásról beszélünk. Az ötödik az az a Hyundai Kona, amiből egyébként létezik nem elektromos, hanem plug-in hibrid is, meg sima hibrid is. Az ID3-mal, ugye a Volkswagen első elektromos komolyabb autójával 56 000 darabban, 50 ezer darabban egész jó eredményt ért el, hiszen ez is csak egy tört évet tudott teljesíteni. Március óta van, ha jól emlékszem, szintén piacon. A Leaf, amely több mint 10 éve velünk van, és az emberek döntő többségének a fejében szerintem még mindig az egyik legtöbbet emlegetett elektromos autó, az kicsit lemaradva 55 ezer darabbal abszolvált a tavalyi évet, úgyhogy egyébként még a harmadik volt tavaly előtt. Az e-tron szerintem egy nagy meglepetés, a top 10 elektromos autók közül az Audi e-tron, ami azért nem egy olcsó autó, a nyolcadik, ráadásul 47 ezer darabbal az nem kevés, ráadásul Norvégiában a Tesla előtt végzett bőven. A, nem tudom, hogy hogy ejtik előre elnézést, a kilencedik a Bajun E, 47 ezer darabbal, Audi e-tron színvonal árban, bocsánat, nem árban, darabszámban, árban ugyanígy egy ilyen nagyon olcsó autónak számít. Ez is a már említett Saig GM és Wulingnak a koprodukciójából van. És a tizedik, az a Great Wall, tehát a nagy fal márkájú kínai autógyártótól érkezik. Ne nevessél, ez egy nagyon komolyan... szerezzél én nekem ezt a... Egy kultamedvének rendelek gyártó? Tehát a nagy fal, fekete macska típusú autója. <laughs> Nem, Így hívják. <laughs> Kész vagyok. Látom, Gá Gábor az kicsek volt. Tehát Iken a nagy fal, fekete így macska Kezd, a terjú... beszélgetés arra hasonlítani, mint amikor arról beszélgettük, hogy melyik a legnépszerűbb okos telefonmárkák a világon és sorba jöttek az Európába ismeretlenül csengő nevek. Most hát rádöbbentünk, hogy milyen irányba mennek el a kínaiak. Uh, és erről már beszéltél is, hogy kezdik nagyon leuralni az elektromos autók piacát is a jelek szerint. Bizony, és itt a, tíze, tehát a top 10-ben az utolsó mondjuk, tehát a, 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 sor második fele, a top 10 második fele azért hogy ilyen darabszámban elég közel van alapvetően egymáshoz. Tehát itt nincsenek ilyen óriási szakadások, az eleje az nyilván teljesen máshol van darabszámban, de hát ugye itt azért azt lehet látni, hogy a top 10-ben van 3-4 olyan modell, ami, ami kifejezetten pici, és kifejezetten az árával tud versenyezni elsősorban. És így van ezekre igény. Tehát ezek, ezek városi mini autók, amelyek arra alkalmasak, hogy a városban közlekedjével elektromosan. De nem figyelj, arra, itt hogy vannak piaci szempontok ezt... E ezt lehet piaci alapon nyereséggel gyártani, vagy ott is valami állami támogatás mögött áll, vagy éppen a kínai állam, vagy állami gyártók is vannak benne, állami pénz, vagy hogy működik, vagy ki jön a matek, hogyha tényleg nem Az elektromos autózás még? azért, és megint meg fognak feszíteni a kedves elektromos autóhívők, de az elektromos autózásnak a, a terjedése azért az kéz a kézben jár különböző szubvenciókkal. Ezt, ezt gyönyörűen lehet látni, főleg a, a kínai piacon. Ahol 2019-ben azért viszonylag jelentősen ö, csökkentették a pusztán elektromos autóknak a, a szubvencióit, ami nem azt jelenti, hogy egyébként nem sikeresek vagy népszerűek enélkül is. Csak a nagy darab számoknak a, az eljövetele, az, az teljes mértékben együtt jár az állami támogatások és a különböző kedvezményeknek a szintjével. És ahogy ezek egy kicsit megállnak, vagy korrigálódnak, vagy más irányba mennek, úgy a piac is elkezd egy picit más irányba menni, és erre a legjobb laboratórium azért alapvetően tényleg a kínai autópiac, ahol szemben, és ezt mindig so, hangsúlyozom, szemben az európai szemlélettel, ahol mindent az elektromos, akkumulátoros autókra teszünk, a... A kínai piacon sok minden egyébbel is számolnak, ami környezetvédelmi szempontból releváns technológia. Tehát ott a, a kedvezmények szintjét az nem hajtás típusához, hanem környezetvédelmi szempontból elismerten előremutató technológiával hajtott ö, autókhoz kötik, amiben egyébként lehet kifejezetten alacsony fogyasztású sima benzinmotoros autó is, de ott is van egy menetrend arra, hogy hogyan ö, mozdulunk el a sima belső égési motoros autók dotá bármifajta dotációjától, vagy egyáltalán attól, hogy engedjék ezeket ö, abba az irányba, hogy mondjuk ö, minden autó elektrifikált, vagy, vagy ö, vagy valami egyéb módon hajtott autó legyen. Tehát a, a foszilis alapú üzemanyagoknak a használatától természetesen mindenhol e, nagy ütemben búcsúzunk el, amivel alapvetően egyébként szerintem nincs is semmi baj. E, nyilván itt a szintetikus üzemanyagtól kezdve a hidrogénen át egy halom olyan dolog van, amit a kínaiak is igyekeznek számításba venni akkor, amikor a közlekedés politikájukat alakítják, de az biztos, hogy az elektromos, tehát a sima akkumulátoros elektromos autó, az egy nagyon-nagyon nagy darab számot és egy nagyon-nagyon szá nagy százalékos arányt fog képviselni a kínai autópiacon a jövőben, de nem lesz kizárólagos, ebben eléggé biztos vagyok. Jávó, ja, nagyon szépen köszönjük, megint érdekes volt, nagyon elgondolkodtató, és még tán hasznos is. Látettem rendeljük nem, neked a fekete macska márkájút. Én még utána fogok keresni, a tényleg vagyok, hogy mit tud. Úgyhogy még gondoltam én előbb. én Tehát a Great <laughs> Wall Black Cat, ez halálos. Szerintem a, hát a, a én, én egy szeretnék ilyen, egy ilyen forgalmi engedélyt, amiben nem tudom, hogy majd a kötelezőt hogy fogom vele kalkulálni, mert lehet, hogy nem ismeri fel a az adatbázis, de ezeket a kellemetlenségeket szerintem érdemes vállalni, mert ilyen de biztos egy, nem sok egy fek, van Egy fekete macska márkájuk kötelező biztosítás? Igen. Drága lesz. Igen, ezért. Akkor rendeljünk hát, tűzpirosba, hogy emeljük a tétet, mert az <sítható> meg még drágább, amúgy is emel rajta. <sítható> Na jó, oké, okay, Gábor, köszi szépen, szépen, szépen napot, szép és napot, és héten ugyanabban az időben várunk szeretettel ismét folytatjuk az László. autós rovatunkat. Várkonyi Gábor László. autós szakértőnk volt tehát velünk a Futómű rovatban. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Parancsolj! Nem maradt há hátra más, csak előre. Úgyhogy Szóla Randi hírei jöjjenek. Nagy verbális tűzijáték várható, mint mindig. Utána folytatódik a millás reggeli. Utána nézzünk annak, hogy mi a túró ez a gamer telefonőrület szerte e hazában. Érdemes Meg lesz a világban, igen, igen, de, de nálunk is hódít, irgalmatlan árakon vannak ezek a Sokat tudó telefonok, olyan extrákkal, hogy ventilátor, mert hogy azonnal túlmelegszik, szóval, túl szóval nagyon furcsa dolgok vannak. Nem is tűnik kívülállónak észszerűnek, de hát ugye a piac racionálisan minden fölülír. Na erről fogunk majd beszélgetni az it -rovásban. Műsorunkban termék megjelenítést hall. Társadalmi célú reklam.